sziasztok! Itt vagyunk újra a Gödöllői Dombságon. Nagyjából már a terv az, hogy visszamegyek megnézni azt a területet, amit az előző részben láthattatok, legalábbis az elejét. Utána meg szerintem elmegyek egy új részre. Hopp. Hangos voltam. Kettő őz futott el itt előttem. Most már mindegy. Na pontosan ezért jövök ide. Itt az elejét megnézem, utána még elmegyek egy új területre azt is megnézni. Aztán meglátjuk, mi lesz. Hatalmas vihar jön onnan. Nem mehetek el túl messzire, mert hogyha elkap, akkor a cuccomnak annyi. Na, ennek most nem örülök. De még szatyrot hozhattam volna, hogy letakarjam a gépet. Azt nézem, hogy milyen gyorsan jön, annyira azért nem vészes, de viszont gyorsan lecsaphat. Sajnos itt tűzni, hogy se semmi. Elmegyek a másik új helyre, aztán kiderül. Nincs mozgás. Most elég nagy problémával vagyok, mert esik. Úgyhogy sietünk, és én nem vagyok közel. Nagyon nem. Ez a nagy harci helyzet, hogy
Szakad az eső. Nem kicsit. Bemenekültem. Futnom kellett. Bemenekültem egy lesbe. Ami egész korrekt les. Még szőnyeg van benne lent. Padlószőnyeg, meg az ülőkén is. Az a baj, hogy meg az objektív az még vízálló is, de a gép nem. Volt itt egy róka, meg volt itt egy őz is, de az őzt sajnos későn vettem észre, és már ő is meglátott. Amúgy durva innen a kilátás. Most elindulok haza, elállt az eső. Ott hátul még igen csak gyűl le. Ja, jó, semmi. Tehát ott hátul igen csak gyülekeznek a felhők, és lehet hallani, hogy dörög az ég, nem kicsit. És megint elkezdett esni. Ez a mai nap nem túl jó. Szerintem, hogyha elállt az eső megint, akkor elindulok haza. Nem tudok mit tenni. Szarul jött ki a lépés, nem baj. Majd legközelebb. Na, addig is. Ciao. Na, jó reggelt! Itt vagyok a szokásos helyemen. Megnézzük, hogy ma mi sikerül. Múltkori akció az nagyon nem jött össze, ugyanis hát elkezdett esni az eső. Csak közben egy kicsit halk vagyok direkt, hogy itt már simán lehetnek. De majdnem sokáig kiderül. Thank you.
Wow. Hát srácok, ez most jó lett. Kis őzbak volt. Kijött legelészni. Lefeküdt ide kettő darab őz. Az egyik az egy suta volt, a másik pedig egy bak szerintem. Itt vannak tőlem körülbelül 10 méterre, vagy még annyi se talán. Pont nem látszódnak a magas növényzetben. Majd nem tudom, szerintem lassan fölállok és megpróbálom őket befotózni. Lássuk. Most az egyik felállt és elindult. És ide kettő elmegy. Ennek el. Hát igazából ez ennyi volt. Szépen mennek el. Nem zavartam meg őket, hanem csak szimplán akkor ott megy az egyik. Most az lesz, hogy szerintem én elindulok vissza. Már ilyen 8:30 van. És hát ha lesz valami visszafelé, picivel szerencsésebb ez a nap, mint az előző. Az előzőben eső, meg az, hogy nem akart összejönni egyetlen egy kép se, az mindegyikbe belemozdult. Azt hittem van ott valami. Na, tehát mindegyikbe belemozdultam, és emiatt nem, nagyon nem lettek jók a képek. Majd mutatok egyet-kettőt. Na, indulás vissza!